A műsor szakmai együttműködő partnere a Karinthi Színház. Jó estét kívánok, Kerényi Miklós Gábor, a Bóta Café mai vendége. Én nem állítom, hogy nem dilemmáztam ezen a meghíváson. Összetalálkoztunk, mondta, hogy szívesen jönne, és én tologattam, tehát az az igazság, hogy erről szerintem lassan egy éve beszélünk, és akkor azt mondtam, hogy de hát mindenkinek joga van beszélni, van, aki kedveli őt, van, aki nem, megosztó személyiség, van, aki engem utálni fog, hogy meghívtam, van, aki ezért kedvelni fog, már a Facebookra, amikor kitettem, meglehetősen megosztó, és vitatkoznak az emberek. Én azt gondolom tényleg, hogy hallgassunk meg mindenkit, és önök eldöntik, hogy mit gondolnak Kerényi Miklós Gáborról, ugye, akinek távoznia kellett zaklatási ügy miatt a Budapesti Operettszínházból, amit hosszú ideig meghatározott, hiszen ő volt az igazgató, aztán főrendező. Benned ez hogy? Egyáltalán ez az egész, ami történt. Az az igazság, hogy amikor Marton László szóba került, akkor voltak, akik már ebesgették, hogy na, a Keró lesz a következő. Amit nyilván te is hallottál, és aztán tényleg ez történt. Törvényszerű volt? Ez egy nehéz történet, és nagyon hosszú lenne ezt itt végigmesélni. Azt gondolom, hogy azzal kell kezdenem, hogy azt mondtad az előbb, hogy zaklatás miatt kellett távoznia, de hát ez nem teljesen így volt. Ha nem? Ez ugye úgy volt, hogy megjelent mindenféle dolog a Facebookon, írtak rólam ezt és azt és amazt, és akkor én azt kértem a főigazgató... Hát ugye ott Kalmár Péter volt. Kalmár Péter egy iszonyú, aki... egy iszonyú nagyon csúnya cikket írt, ami tele volt hamissággal, tele volt véleményem szerint nem igaz dolgokkal. Mondott te, miközben nem perelted be? De miért nem perelted be? Hát ez akkor... egy nagyon jó kérdés. Azért, mert az ügyvédeim azt mondták, hogy jelen pillanatban ilyen pereket elindítani egyszerűen nem érdemes. Mert? Azért, mert nem fog kiderülni az igazság, mert mindenki a véleményére, meg mindenfélére fog hivatkozni, ilyen és olyan tanukat lehet állítani. Most, hogy ez a történet valamennyire, hát azt hiszem lassan révbe jut, most ez a per, 5 éven van rá, most ez a per el fog indulni. Tehát ezt ígérem meg, hogy elindul. Mint hogy beperelt? De ezt így nyilvánosan? Ezt így nyilvánosan bejelentem. És miért vártál ezzel ennyi időt? Ennyi időt kellett várni ahhoz, hogy ez a per annélkül az izgalom hullám nélkül, és anélkül a felfokozott idegállapot rendezés nélkül ez lebonyolódik. Mit sérelmezel? Tehát miért fogsz perelni? Olyan kijelentéseit. De mit? Akkor konkrétan. Ne, hadd ne mondjak ott, mert ahhoz ismerni kellene azt, amit Kalmár Péter leírt. Hát tehát ismerem, ő olyan vádakat most írt újra, le, most olyan vádakat írt le, amiket én elkövettem, és rendőrségi ügy lett belőle, amit megakadályoztam, ami egyszerűen nem igaz. Ezt ő egy az egybe leírja. Nem követtem el azt, amit leír, nem volt fiatalkorú gyerek, szó nincsen róla, nem volt semmilyen aktus kettőnk között, szó nincsen róla, hazugság. Mármint mi kettőtök között? Azt állítja, hogy egy fiatalkorú gyereket bántalmaztam. Nem igaz, nem volt ilyen fiatalkorú gyerek. Nem igaz, nem bántalmaztam. Nem igaz, nem volt rendőrségi ügy belőle, tehát ez hazugság. Ugyanúgy hazugság, amikor ő azt állítja, hogy azért nekem volt egy füzetem, amiben én előre felírtam, hogy kit, hogy fogok sértegetni. Ez egy szemenszedett hazugság. Egyez neked zsigerből, nem? Ha nagyon akarod, akkor megmutatom, de nem hiszem, na, hogy mutat. Ez nem, én azt gondolom, hogy hát figyelj, Kalmár Péter voltam. Olyan rossz indulatú volt ebben a levélben, amilyen rossz indulatú lehetett. És most én hadd folytassam azt, amit elkezdtem. Oké. Okay. Gábor, mert végül is kérdeztél valamit. Jó. Tehát, és én akkor oda mentem a főigazgatómhoz, Lőrinci Györgyhöz, és azt mondtam, hogy védjen meg engem, hiszen ti tudjátok, hogy nem így zajlott annak idején, amikor Kalmár Péter elhagyta a színházat rendezés közben, egy darabot rendezett, a Bodzi urat,
Verebes Istvánnal, Rudolf Péterrel, és az előadás 2 héttel a premier előtt teljesen össze-vissza volt, létezhetetlen volt, nem tudott lebonyolódni. És Kalmár Péter ekkor, amikor én próbáltam neki tanácsot adni, hogy hogy csináljon ebbe rendet, fogta magát, és elment. Ott hagyott egy produkciót rendezővé. Nem lehet, hogy te nagyon kiabálva próbáltad nem neki ezt a tanácsot. Nem kiabáltam, ez hazugság. Most te is olyat mondsz, amit nem tudsz, nem voltál ott. Ez kérdés volt, hogy nem lehet. Nem, szó nem volt róla. Ezt én 4 szem közt mondtam neki, lehet, hogy hallotta mellettem az asszisztens, nem. És ő tulajdonképpen fogta magát, felállt, és ott hagyta a produkciót. Miközben előtte már a koreográfusa, Kovács Tibi, ő is fölállt, és ő meg ott hagyta őt. A dolog teljesen rendezetlen volt. Ekkor 10 nap volt a premierig. 10 nap alatt összeült a Operettszínház akkori stábja. Dramaturg, rendező, díszlettervező, koreográfus, 3 koreográfus állt össze. Duda Évi, Rogács Laci, Lőcsei Jenő. És egyszerre nekiálltunk megcsinálni a darabot. A Kalmár azt hitte, hogy a Verebes Pista és a Rudolf Peti föl fognak állni, és ott fogják hagyni. Nem ez történt. Óriási lelkesedéssel nekiálltunk, és csináltunk egy nagyon nagy sikert a darabból. Abból a darabból, amit ő 10 nappal premier előtt ott hagyott. Ez az ember vádolt meg engem, bocsáss meg, ez az ember vádolt meg engem mindenfélével, aki tulajdonképpen azzal vádol, hogy én őt rendezőileg tönkretettem, azóta sem rendezett semmilyen, nem jelentős, még jelentéktelen dolgot sem. Kalmár Péter semmit, semmilyen olyat nem rendezett. Kalmár Péternek ezt ettől a rendezést... Ettől még lehet elvileg igaza. Tehát az elvileg mindenkinek lehet. Attól még lehet, ha igaza, ha nem rendez, vagy nem jó rendező, mondjuk. De nem? Én azért adtam neki ezt a rendezést, ezt őszintén megmondom, hogy ketten pályáztunk az igazgatásra. És ez egy jó darab volt, és ő felvonultatott egy jó csapatot. És én, amikor megnyertem a pályázatot, vettem egy üveg pezsgőt. És azt mondtam, nem akármilyen pezsgőt, mumot. És azt mondtam neki, hogy Péter, parancsolj, én azt szeretném, hogyha te rendeznéd meg az első darabot itt, ezzel a csapattal, mert ez nagyon jó az én igazgatásom alatt. És erre ráfogni, hogy ezt én azért találtam ki, hogy őt tönkre tegyem, hát ki az a buta igazgató, akinek ilyen csavaros észjárása van, hogy valaki tönkre tegyen azzal. Nem Kalmár Péterről de beszélünk. De te kezdted, hanem, a Kalmár Pétert, hanem, nem én. Nem, de ott azt kezdtem, hogy a levél. A levél, a levél ebből arról beszéljünk, nem arról, hogy a Kalmár Péter. Persze, a levél ebből a nagyon rosszindulatú sértettségből, megbántottságból és hazugság áradatból állt. Ez a történet, én bementem a főigazgatómhoz, és azt kértem, hogy védjen meg engem, mert ő tudja, hogy ennek a nagy többsége nem igaz, és ráadásul a színházról is nagyon csúnyán beszél benne. Akkor ő azt mondta, hogy hát ez, ő nem tud engem megvédeni, de én az lenne a legjobb, ha elmennék most Szentpétervárra előbb, mint terveztük. Mármint rendezni. Ott rendezek, és az alatt itt megnyugszanak a dolgok. Elmentem. Ez alatt tulajdonképpen ő rengeteg emberrel beszélt, majd ezután felhívott telefonon, és közölte, hogy kényszernyugdíjaz. Vagyis van egy fél órám, hogy eldöntsem, hogy nyugdíjba megyek-e, vagy ő nyugdíjaz. Semmilyen vizsgálat nem folyt. Tehát nem történt meg az, ami most, bocsánat, de Máté Gábor megtett Gotár Péterrel, hogy lefolytatott egy vizsgálatot. Vagy most azt olvasom, hogy J. Német Erzsébet, és én ezt nagyon-nagyon tisztelem, olvasván és látván, hogy mi jelent meg Eszenyi Enikőről, milyen támadások, és ő azt mondja, hogy kérem, akkor ezt tessék kivizsgálni. Lőrinci úr nem ezt tette. Lőrinci úr az én koromra való tekintettel. Azért, mert elértem az, ugye 67 éves voltam, a koromra való tekintettel közölte, hogy nyugdíjba küld, vagy kérhetem a nyugdíjat. Én beszéltem Lőrinci Györggyel erről, aki azt mondta, hogy ő sok mindenkit meghallgatott, és jó néhányan jelentkeztek olyanok, akik mint a Maros Ákos, Marosi? Jól Maros, mondom? Maros Ákos. Maros Ákos, ugye Maros Ákos volt az egyetlen, aki kiállt,
és azt mondta, hogy te elfenekelted 26 évvel ezelőtt ez így történt. 5 válfával? Nem válfával. A válfának a kitört nadrágtartó pálcájával. Nagy különbség. Aha. Az egyikben van egy vadállati megjegyzés, hogy válfával ütötte, a másik egy nadrágtartó pálcája, ami egy játékos büntetésnek felelt meg, hibáztam. Abszolút. 26 évvel ezelőtt egy nagy hibát követtem el, nem kellett volna. Soha azóta nem csináltál hasonlót? Hasonlót nem csináltam, de nyilvánvalóan rengeteg hibát csináltam. Rengeteg hibám volt. De ott tartottunk, hogy Lőrinci Györgyel beszéltél, és azt mondta, hogy... Lőrinci azt mondta, hogy többen voltak nála, akik azt mondták, hogy te zaklattad, inzultálták őket, igen, de nem akartak kiállni a nyilvánosság elé, igen, és ezért ő se tehetett feljelentést, igen, mert hogy ilyen ügyekben személyiségi pert lehet ugye indítani, illetve várjál, most lehet, hogy kevesebb magánvádat lehet. Tehát ő, mint intézményvezető ezt nem tehette meg, ezek az emberek meg nem akartak kiállni. Na de akkor szögezzük le, hogy itt nincs másról szó, mint hogy a Lőrinci György azt mond, amit akar. Lőrinci György azt mondott, amit akar. Mint ahogy nyilván mert az te ő... is, nem? Nem. Hiszen én azt mondom, hogy én nem követtem el. Ő azt állítja, hogy elkövettem, mert ő hallotta valakitől, de ő ezt nem tudja bizonyítani. Senki engem nem hallgatott meg. Egyetlen egy ügyben sem. Egyetlen egy ügyben sem kérdezte meg tőlem Lőrinci György, hogy ez megtörtént-e. Létezik ilyen vizsgál? Létezik ilyen főnök? Milyen eljárás az, hogy ő azt mondja, hogy nekem azt mondták, hogy ő ellopta tőlem ezt vagy azt? És én elhiszem. Miért? Miért nem kérdezem meg? Egyébként, ha jól belegondolunk, akkor Magyarországon nem is volt még zaklatási per. Nehéz elképzelni, mert ha nincs felvétel, és ugye elvileg annak kell bizonyítania, aki vádol. Most, ha nincs felvétel, akkor te azt mondod, hogy nem csináltad, ő azt mondta, hogy csinálta, és hogy bizonyítja be? Utoljára a Szent Inkvizíció alatt volt az, hogy valakinek azt kellett bizonyítania, hogy ő valamit nem tett. Azóta egy jogállamban azt kell bizonyítani, hogy valaki valamit megcsinált. Széttárni a kezet, és azt mondja, hogy hát ez nehéz, ezt nem tudom megoldani. Ez egy lehetetlen kérdés. Ez tulajdonképpen lehetetlen, de folytatnám tovább a történetet. Jó. Tehát ekkor engem kényszernyugdíjazott, és kitiltott a színházból. Ő azt állítja, hogy nem tiltott ki a színházból, a próbákról tiltott ki. És az előadás, mert, hogy... és a saját előadásaimról és a próbáimról, tehát tulajdonképpen azt kitiltott. Azt a próbáiról kitiltett, de nézőként bemehetek. Na de hát nézőként bárhova bemehetek. Hát a kitiltás a színházból egy művész számára azt jelenti, hogy nem mehetek be a próbára, nem tárgyalhatok a színészekkel, az nem dolgozhatok. Az igaz, ez a történet, ezt ilyeneket lehetett hallani, hogy te be akartál menni a művészbe, nem engedtek be, és akkor ott a mellette lévő étterembe, a Mozsár műhelybe fogadtál színészeket, mert ugye az még az a izé volt, hogy te pályázol tulajdonképpen az Operett Színházra. Ez utána volt, a Notre Dame-i Toronyőr című rendezésemet megnéztem, jegyjel, pénzért kellett megnéznem. Ezt most nem mondod, hogy pénzért a pénztárba vette. Pénzért a pénztárba vette meg. De megpróbálták kérni a megpróbáltam kérni, a szó se lehetett róla. De ki mondta, hogy nem ad neked jegyet? Hát azt mondta, hogy teljesen világ. Teljesen olyannyira, hogy a munkatársam, aki kért jegyet számomra az előadásra, egy előadásra, tehát a Luxemburg grófját, azt nem pénzért vettem, hanem azt a rendező kért jegyet a számomra. És őt utána raportra hívták, hogy miért juttad be engem ingyen jeggyel a színházba. Egy ihetetlen történet ezek után, folytatnám tovább, okay, ezek után novemberben elindult egy vizsgálat az Operett Színházban, ami márciusig tartott. De akkor mégiscsak volt. Mondom, novemberben, igen, miután engem kényszernyugdíjazott. Ez tartott márciusig. Mi lett volna, ha te azt mondod, hogy nem vagy ő nyugdíjas. És a jogilag van ebbe különbség? Tehát jogilag, hát jogilag nincs benne különbség. Tehát én azt tehettem, magyarul ugyanazt jelenti neked pénzbe, bármibe, tehát tulajdonképpen tök mindegy, hogy... Ez igen, tök mindegy. Igen. Tehát én nem akartam nyugdíjba menni, nekem muszáj volt nyugdíjba menni, nem én kértem, ő azt mondta, hogy vagy azonnal nyugdíjba mész, vagy te magad vagy, tehát ez ezt jelenti.
Novemberben lett egy vizsgálat. Ennek márciusban vége lett. A vizsgálat egyértelműen kimondta, hogy az Operett Színházban az elmúlt 17 évet vizsgáltak, zaklatási ügyre konkrétan nem fordult elő, konkrét panasz, konkrét állítás nem volt. Semmi ilyesmi nem történt. Ekkor én azt gondoltam... Hát erre mondja a Lőrinci, hogy de történt, csak... De ő csak de nem, mondhatja, hát egy igazgató, egy ember nem mondhatja, hogy de történt, de hivatalosan, a hivatalos vizsgálatot... Szóval figyelj, mitől lehet... Szeretném ezt folytatni. Na jó, folytasd nincs le. A dolgot világosan kell látni. Tehát egyszer engem öregségi nyugdíjba helyezett, nem zaklatás miatt. Nincs benne azért, mert elértem a korhatárt. Ezek után novemberben volt ez a vizsgálat, márciusban lezárult. Ezek után ő levette az összes darabomat műsorról, azokat, amik az operáciás legsikeresebb darabjai voltak, Notre-Dame-i toronyőr, Róma és Júlia, Csárdás királynő, Marica grófnő, ezeket mind levette. És ekkor én megfogalmaztam azt a véleményemet, hogy én azt gondolom, hogy ez a történet azért is zajlott, mert ő egyedül akarta vezetni az Operett Színházat, mert ő nem akart engem, mint művészeti vezetőt, ráadásul, mint kiderült, ő egy színész szektor értekezleten el is mondta, hogy ő már a 18 májusától nem akart velem tovább dolgozni. Tehát úgy éreztem, hogy bocsánat, be kell fejeznem. De aztán hadd kérdezzek. De most nem lesz vége, úgyhogy muszáj befejeznem, és akkor... Én megjelentettem a Facebookon és a Mokkában ezt a véleményemet, hogy ezt a Lőrinci úr azért csinálta, mert el akart távolítani és egyedül akarta vezetni a színházat. És akkor ő ezért megszüntette az én munkaviszonyomat, és végleg eltávolított az Operett Színházból. Tehát engem kétszer távolított el az Operett Színházból, egyszer sem zaklatás miatt. Egyszer azért, mert ugye elértem a korhatárt, és ő neki ez volt a véleménye. Egyszer meg azért, mert őt személyiségileg úgy érezte, hogy megsértette. Ő azt mondja, hogy etikailag érezte úgy, hogy más a büntető per, és megint más az etika, hogy egy színháznak van olyan etikája, hogyha ilyen dolgok történnek, akkor ő neki így kellett döntenie. Én ezt egyetértek, csak ezt bizonyítani kell. Ezt meg kellett volna beszélni, le kellett volna tárgyalni. Miért lehetett az, hogy amikor a Marton ügy kirobbant, akkor mindenki már azt rebesgette, hogy te leszel a következő? Hát ennek nyilván azért valami oka van. Őszinte vagyok, amikor én először beszéltünk ezelőtt 3 vagy 4 hónappal, hogy akkor ugye még nem én jelentkeztem, akkor te mondtad, hogy beszéljünk. Nem, aztán utána én jelentkeztem, volt, de utána volt fordítva ez. Fordítva volt, hogy te mondtad, de ez már de nem ezzel mindegy. Tehát akkor arról beszéltük, hogy elsősorban a jövőről beszélgetünk, és hát persze érintjük ezeket is. De most nem csinálunk más, mint egy hatalmas oknyomozás, de szívesen. Na. Én tényleg egy megosztó személyiség vagyok. Egész életemben mindig valamennyire nyílt, valamennyire egyenes, valamennyire határozott álláspontot képviseltem, és nagyon sok konfliktusba keveredtem bele egészen ifjúkorom óta. Ezeknek a konfliktusoknak alapvetően az volt az oka, hogy én nagyon hiszek a színháznak az igazságában, abban, hogy különlegeset, izgalmasat, érdekeset kell csinálni, és erre én mindig megpróbáltam rávenni azokat, akik velem együtt dolgoznak. Igen, de hát üvöltesz. Én voltam benne a próbán, tehát én tanúja voltam, amikor te üvöltesz, és mondjuk egy világosítóval is. Tehát nem arról van szó, hogy a színésszel épp belehevültetek, hanem arról van szó, hogy egy világosítóval, egy diszletmunkással, egy nem tudom, amiben van valami, tehát én azt gondolom, hogy a munka ebével lehet kiabálni természetesen, ha ennek később nincs következménye, miközben azt is gondolom, hogy egy főnöknek kiabáljon a beosztottal, illetve csak akkor, ha a beosztottnak joga van visszaüvölteni. De egy diszletmelóssal tehát ugye most Eszenyi Enikő kapcsán fölmerült a verbális agresszió, tehát azt gondolom, hogy te verbális agressziót elkövettél, azt tuti. Én értem, de az, amit mondsz, az egy nagyon furcsa
gondolkozás. Nagyon igaz, de furcsa gondolkozás. Egyrészt a főnök és beosztott, ez a színházban nem így működik, hogy főnök és beosztott. Alkotótársaknak tekintek mindenkit, miközben persze főnök vagyok. Amikor én egy világosítóval kiabáltam, egy adott üvöltöttem egy pillanatban, vagy egy díszítővel, akkor én azért tettem meg, mert ő te lenni, így, hanem azért tettem meg, mert valószínűleg olyan idegállapotban és lelki állapotban voltam, hogy abban a pillanatban őt is alkotótársként vettem, hogy nem érti, hogy ezt miért nem, hogy ez miért ilyen fontos, miért olyan fontos. Amik nem azért ezek a díszítők és világosítók és színészek és minden, ez tényleg ilyen verbális erőszak lett volna, olyan verbális erőszak, ami nem világos mindenkinek, hogy az előadásért, a színházért van, és nem személy ellen van, akkor ez alatt a 14 év alatt, amiért alatt én igazgató voltam, mentek volna el zsinórban emberek, ahogy a Víg Színházból mondjuk elmentek, mindegy, hogy miért, tehát nem mondok semmit erre, de tőlünk nem mentek el. Az én igazgatóságom 14 év alatt nem változott. Tehát mondjuk egy zenei színházból nehéz de miért? Nem, volt Madács színház, volt Víg Színház, volt Magyar Színház, el lehetett menni szabadúszni, nem így van. Nem így van, és a díszítők sem mentek el, és a világosítók sem mentek el, és ezekkel az emberekkel én alkotó viszonyban voltam, és tulajdonképpen felneveltem egy nagyon-nagyon komoly társulatot a Budapesti Operett Színházban. Hallottál üvölteni is, de hallhattál, vagy ha voltál, de voltál, amikor nagyon mély és nagyon komoly beszélgetéseink voltak, amikor én elnézést kértem, amikor nem így volt. Tehát ez egy élő kapcsolat, nyitva volt a szobám mindenki előtt. Ha most belegondolok, bárki bármilyen segítséget kérhetett, volt akinek az útlevelébe segítettem, volt akinek a műtétjét intéztem, volt akinek az édesanyja műtétjét intéztem el. Egy rettenetes mennyiségű olyan helyzet volt ebben a történetben, aminek egyik része az, hogy én sajnos tényleg üvöltöttem. Azért üvöltöttem, mert olyankor elszakadt bennem a hát, világ. Hát, hogy el tud kapni a pulykaméreg. Nem a pulykaméreg, nincs pulykaméreg. Nem. Itt arról van szó, hogy én valamit el kell érnem, valamit létre szeretnék hozni. Ez a dolog most nem működik úgy, ahogy én szeretném. Tulajdonképpen én most, amikor ez a dolog megtörtént, én belátom, hogy ez egyrészt be kell, hogy lássam, és ez így is van, hogy változott a világ. Ma más kép van egy csomó minden, másképp kell bánni egy társulattal, másképp kell bánni az emberekkel, de ez nem csak a MeToo botrány óta van így, ez már előtte is így volt. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy én azt látom, hogy ebben én sok hibát elkövettem. De te változtál ettől? Nézd, én nagyon igyekszem. Egyrészt nagyon igyekszem, elvégeztem ezért viccesnek hat egy indulatkezelési tréninget. Ami tényleg vicces. Vicces, amit egy pszichológussal hosszasan beszéltünk, stb. És tulajdonképpen arra jöttem rá, hogy neki tényleg igaza van, hogy bizonyos pillanatokban be kell nyomni egy stop gombot, ez csupán ennyi. Én ezt a stop gombot ismertem, és sajnáltam benyomni, mert ha benyomom a stop gombot, akkor tulajdonképpen az adrenalin szintnek és a komfort zónából való kilépésnek a pillanatát gátolom, de be kell, hogy lássam, hogy ma 2020-2021-ben erre szükség van. És hogy megkérdezted, hogy változtam-e? Csináltunk egy arénás Rómeót 120 emberrel. Csináltuk a Szabadság Vándorai című darabot a Lovas Színházban. Dolgoztam Eszéken az operatársulattal, ahol most visszahívtak. Szentpétervárot, most megcsináltam a Gyilkos Balladát, és azt gondolom, hogy ebben a munkákban semmilyen féle is fajta olyan feszültség, mint amilyennek előfordultak, nem volt. Van-e benned bűnbánat, vagy bármi ilyesmi? Hát ez a bűnbánat szó, ez nagyon nehéz. Én semmilyen bűnt, igazi bűnt nem követtem el. Sok hibát elkövettem. Miket?
És azt gondolom, hogy olyan közvetlen modorban és közvetlen közlekedésben voltam egy csomó emberrel, ami tulajdonképpen az idők során része kellett volna vennem, hogy e fölött elmúlt az idő és nem megengedett. És igazából nem, tehát hogy ennél egyel jobban kell figyelnem arra, hogy ne legyenek ilyen kapcsolatok, ne legyenek ilyen kiszolgáltatott helyzetben magukat érző emberek. De jelen pillanatban is van egy pár színész. Volt olyan, akihez utólag, tehát miután megtörtént ez, hogy te el kellett gyere az operáciánzba, oda mentél, és azt mondtad, hogy bocs, ha megbántottalak, vagy valami ilyesmi? Igen, volt egy csomó ember, akivel beszéltünk. Ezek érdekes beszélgetések voltak. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon persze, mint Lőrinci György is velem kapcsolatban azt mondott, hogy amit akart, én is most azt mondhatok, amit akarok. Inkább az fordult elő, hogy emberek elmondták nekem, hogy ők nagyon sajnálják, hogy rólam rosszakat mondtak, mert sokkal-sokkal több jó élményük volt, mint amennyi rossz, és ők azt az egy rossz élményt mesélték el, nem pedig azt a 150 jót. És hogy ezt tulajdonképpen... Mármint ezt hol mesélték el? Adott esetben társaságban, vagy bárkinek. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon, nagyon nehéz helyzet, amiben én most vagyok, és néhányan úgy tűnik, hogy de ezt hogy örömüket érted lelik. Át, hogy... Néhányan úgy tűnik, hogy örömüket lelik, és életük egy jelentős céljának tartják, hogy én például ne rendezzek tovább. Miközben azt gondolom, ezt hogy kik van egy jó néhány ilyen ember most Magyarországon, néhány kollega. De hát akkor nyilván megbántottad őket, nem? Ez egy nagyon furcsa dolog, nem nagyon bántottam meg őket. Nem olyanok azok, akiket megbántottam, hanem akiknek az a véleményük, hogy én elkövettem valamit. És ez nagyon furcsa, mert hát itt vagyunk Magyarországon, én tényleg Maros Ákostól elnézést kértem legalább háromszor már különböző fórumokon. Minden hibámat belátom, és elnézést kértem érte. Bűnbánatot, mint olyat nem érzek, elkövettem egy csomó dolgot, hiba volt. Ez tudod, a bűnbánat szó, ez egy rossz... Tehát én nem hiszem, hogy nem tudok így csinálni, hogy bűnbánatot tartok. Hát igen, azt tartom, hogy igyekszem ezeket nem elkövetni, de azt gondolom, hogy ezt a kanosszát, amit csinálok, ezt 3 éve járom. Azt gondolom, hogy mondom, csomó de hogy bírod, kértem. Hogy te, aki az egyik melóból a másikba estél, igen. Te, aki egy hatalmas intézményt igen. vezettél, aki megkaptad a Kossuth díjat, tehát tulajdonképpen sikered volt, miközben tudom, hogy az bántotta a csőrödet, hogy a kritikusok nem járnak az előadásokra, a szakma egy jó része nem járt az előadásra, valószínűleg az ízlés világában, ugye egyszer Asett Tamással volt is ebből egy vitád, aki azt mondta, hogy neked szörnyű ízlésed van. Tehát, hogy nyilván, és nekünk is voltak hasonló vitáink, tehát mondjuk a Róma és Júlia kapcsán, hogy azt gondoltam én is, hogy ott vannak bizonyos pontok, amik az ízlés ficamosak, de hogy... Szerencsére az tudom, az 700 ezer ember, aki igen. Magyarországon látta, annak más véleménye volt, világos, de hát ez egy nehéz történet. Ettől még tudjuk, hogy vannak nagyon rossz szappanoperák, azt is megnézik sok millióan. De hogy tehát, hogy egy roppant sikeres ember. Igen. Voltál, és akkor egyszerre csak kvázi így lenullázódsz lényegében. Szóval, hogy ez milyen? Tehát, hogy ez nyilván anyagilag is, de ennél nyilván sokkal több az, hogy akkor most nem loholsz egyik munkából a másikba, akkor te most nem vagy fontos ember, akkor vannak, akik nyilván ilyen furin néznek rád, tehát, hogy ez milyen? Hát... Nehéz erre válaszolni, anélkül, hogy ne mondjam azt, hogy engem ugye nagyon nehezen vettek fel a Színészeti Egyetemre. Igen, te háromszor estem a harmadik rostán, mint rendező, majd utána levelező várja, szakon az igaz, hogy volt, nyilván igaz, mert te mondod el egy interjúban, hogy egyszer megkaptad azt, hogy
valaki, nem tudom ki, de majd mindjárt elmondott, gondolom, hogy maga tehetséges ember, de én nem akarok magával 5 évet eltölteni. Maga nagyon tehetséges, vegye tudomásul, de én 5 évet nem fogok maga mellett eltölteni. Ez így történt. Mert miért? Mi volt benned ilyen irritáló? Hát ezt... Ez ki volt? Ez ki volt? Nem, hadd ne mondjam. Nem. Hát én nagyon utána... találkoztunk, voltunk jóba, voltunk kevésbé jóba, a végén nagyon jóba voltunk, tisztelem őt, nem szeretném. De hát na, akkor is megosztó személyiség lehettél, mert akkor volt benne valami. Sose tagadtam. Ezt a pasit nem bírom elviselni a tévégét. Sose tagadtam, hogy ilyen voltam. Igen. És nehezen kerültem be a, ugye, alternatív rendező, amatőr rendező. Szerinted miért nem vettek föl? Valószínűleg szúrós egyéniség voltam, nagyon erőteljes, nagyon határozott. Nagyon nehéz erre mit mondanom. Mit jelent? Kiosztottad a felvételi bizottságot? Nem osztottam ki, de valószínűleg az, amit én ott nyújtottam, vagy produkáltam a harmadikon, az nem. Tehát ugye ezen az alkalommal elmondták, első alkalommal a fáma szerint. Az első alkalommal 21 éves voltam, és az az információm, hogy 16-14 arányban megszavazták, hogy felvesznek. És akkor a főiskola akkori rektora azt mondta, hogy hát ez nagyon fiatal, gondoljuk ezt át, szavazzunk még egyszer. És akkor 16-14-re nem vettek föl. Tehát így nem kerültem akkor be. A harmadik alkalommal szerintem nem voltam igazán jó. Ott görcsös voltam, nagyon meg akartam felelni, nem voltam jó. Sose felejtem el, hogy kérdeztek tőlem dolgot, és én csacsiságokat mondtam. Nem agresszívet, csacsit. Aha. Tehát ott az például egy hiba volt. És akkor lehet, hogy sorkatonák rendeztem. Sorkatonákkal rendeztem musicaleket. Azt megnézte volna. Igen, nagyon érdekes darabokat csináltunk. Giordano Bruno igaz története, a harmadik keresztes háború. Alternatív színházi produkciók voltak ezek. Írt róla időnként ez az újság, az az újság. És én egy viszonylag rengeteg csoport volt. Időmkor 4 csoportom volt. Amatőr színjátszó csoportom volt. És ez igazából véve ezzel éltem ki magam, és akkor fölvettek a főiskolára, a minisztérium beiskolázott, mint a levelező szakra, a színház elmélet szakra, ugye oda fölvettek, és szerencsém volt, mert Kecskeméti Színházba szerződtettek zenés dramaturg rendezőnek. És akkor 78-ban rendezhettem először profi színházban, nagyon sikerrel, jól ment, 2 évig voltam ott, de a második évben már a akkori főrendező nem szeretett engem. Mindegy. Na tessék, már megint nem szeretnek. Igazából véve az volt az ok, hogy rendeztem egy nagy gála előadást, ami jobban tetszett az akkori vezéreknek, mint az ő gála előadás, és nyilvánosan megmondták, innentől kezdve nem álltam meg a lábamon, és kitettek a színházból 2 év után. Akkor egy fél évig nem volt állásom. Akkor a Néphadsereg Művészegyütteshez kerültem, ahol egész tisztességes dolgokat csináltam, Mészői Gábor nevű barátom segített ebben. És akkor megismerkedtem Oberfrank Gézával. Karmester. Karmester, rendező, fordító, fantasztikus színházi ember, és Oberfrank Géza segített nekem bekerülni a Budapesti Operett Színházba. És ott csinálhattam rendezőként, csinálhattam darabot. 2 darabot is csináltam, de a dolog nem ment simán, és miközben úgy tűnt, hogy nagyon jól megy, Oberfrank Géza megunta ezt, tehát ő azért ment át az operából, az Operettszínházba, mert ott szeretett volna egy korszerű zenés színházat csinálni, olyat, mint amit a Komis Operben csinált a Felsenstein nevű, akkor világhírűs német rendező. Ez a Felsenstein volt az, aki meghívta Oberfrank Gézát dirigálni magához Berlinbe, és egy fantasztikus Hári Jánost csináltak együtt, meg egy Don Giovannit. És utána Géza hazajött Budapestre, szeretett volna itt csinálni egy ilyet, az operában ezt nem hagyták. És akkor megkapta az Operett Színházat. Hát az operából végül is neked is el kellett. Nem kellett. Hát igen. Miért mondsz ilyen?
Hát ott volt, talán Nagy Viktorral volt, nem? Némi konfliktus. Szívesen, szívesen elmesélem, de most nem tartunk még ott. Most még ott tartunk, hogy Oberfan Géza akkor odavett az Operett Színházhoz, de 2 év után ő elment a Szegedi Nemzeti Színházhoz az opera tagozatra, mert rájött, hogy az Operett Színház mégsem az ő műfaja. Én ott maradtam az Operett Színházban, nem volt igazán jó dolgom, nem nagyon szerettek ott. Nem. Mert miért nem? Igazából véve én egy modern zenés színházi gondolkozást képviseltem, és ott nem ezt a gondolkozásmódot képviselték akkor az Operett Színházban. Tehát igazából véve egy klasszikusabb, nagyon hagyományos, nekem nagyon unalmasnak, porosnak tűnő operett játszás és közepesen gyenge musical játszás volt, szerintem. Ez nem biztos, hogy így van. Szerencsémre viszont Oberfan Géza 85-ben meghívott Szegedre operát rendezni. És ez nagyon jól sikerült, a Nyugat lánya is, utána a Macbeth az Opera Fesztivál első díjasa lett, utána egy nagyon-nagyon izgalmas Bolygó Hollandit sikerült csinálnom, amit később felhozott a Budapesti Opera, és 2005-ig játszotta. Nagyon érdekes, hogy akkor született rólam egy cikkár, hogy nem osztam el. Honti Katalin írta, aki egy nagyon jó színházesztéta volt, talán ismerted. Az volt a címe, hogy a harmadik típusú rendező. Én elmondtam, hogy én egy olyan típusú rendező vagyok, van egy rendező típus, aki bejön, és azt mondja, hogy azt szeretném, hogy te onnan gyere be, ide menjél át, akkor nézzél ki rám, akkor ne, pontosan meghatározza, hogy mit kell csinálni, a színész ezt tudja, a énekes tudja, boldog ettől. A másik típusú rendező azt mondja, hogy gyerekek, csináljunk egy jó előadást, tehát hagyja, laissez-faire módon, hagyja, hogy csinálják az előadást. Én egy harmadik típus vagyok, aki igazából véve az egyik pillanatban megmondom, hogy mit szeretnék, majd azt szeretném, hogyha azt a színész, az énekes találja ki, és ő csinálja meg. Na, itt jöhetnek a konfliktusok. A konfliktusaim ebből vannak. Ugye? Hogy nem az történik, hogy én világosan, és itt az, hogy tagap, tabap, 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 vagy az, hogy gyerekek, csináljuk, álljunk össze, oldjuk meg. Azt mondom, hogy tabap, 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 és most gyerekek, csináljátok. Te ki akarod belőlük rázni? Igen. Ki szörnyű, akarod tipor, bűnös, ki akarod tiporni? Bűntudat, most két a válasz. Bűntudatot érzek. Igen. Azt akarom, hogy azt szeretném, hogy az, amit én kitalálok, ne valósuljon meg, hanem úgy valósuljon meg, hogy valakiből kinő, hogy valaki ezt a lelkéből megcsinálja, ott van. És amikor ő nincs ott, akkor én megpróbálom rávenni, hogy legyél ott, legyél velem. Nekem baromi fontos. Igen, van egy híres eseted, hogy a Szegedi Szabadtérén, hogy valami próbán benn volt már 2000 néző. Igen. És akkor te a 2000 néző előtt elkezdtél üvölteni. Igen, így volt. És alázni a színészeket. Nem alázni, iszonyatosan leszittem őket. Nem alá. Mert miért? Azt mondom, nem lehet, nem létezik, hogy így ezt csináljátok, ez nem áll össze, ez szörnyű, ez tragikus. Tessék összeszedni magatokat keményen, pontosan, most! Na most ettől ekkor, én kapásba ekkor, begörcsölnék. Igen, ekkor, ettől én nem táltosodnék meg, igen, bocs. Lehet, de lehet, hogy te most ezt mondod. De a tény az tény, hogy ekkor néma csöndben maradt a közönség. Nem is tudom, hogy néma csöndben maradt, de lehet, hogy valamit zaj volt, és azt mondom, maguk maradjanak csöndben, nem vagyunk kötelesek próbálni önök előtt. Ja, tehát még a közönségre is ráüvöltötte. Igen, ez történt. És ekkor ebben a pillanatban ez a csapatot fönn a színpadon olyan fantasztikusan csinálta meg a te jelenetet, az emlékszem a jelenetre. Ez melyik darab? Ez az Elizabeth volt. Uh-huh. Olyan fantasztikusan csinált. És melyik csinált jelenet? A te... Ez miért a tej? Nincs miért a tej? Miért a van? Tadam-dadam! Miért nem hozzák? Nem jut eszembe a szöveg. Most jól letolnám magam. Szoktál egyébként előénekelni, netán? Hogy nem. Tényleg? Hát abszolút. Te megmutatod a színésznek, hogy kell. Ezt se szereti egész, ám mindenki. De, mert nagyon izgalmas, hogy én egészen kiválóan tudok előmutatni, én magam egy áriát már nem tudnék jól elénekelni, vagy egy dalt. Te készültél, tehát valaha... Én tenorszakon végeztem a konziba. Ugye szerettél volna, igen. Akár de, oka, de, igen.
De azt, hogy una furtiva lágrima negli occhi suoi spunto. Hát nyire tudok énekelni. Azért ez is valami. No, szóval ott tartottunk, hogy igen, és akkor a kórus és a csapat olyan módon énekelték ezt el, hogy a bentülő 2000 néző üvöltve tapsolt. És akkor és ilyen élmények, akkor és ilyen élmények az emberekben, meg nézd, én nem tudom, hogy volt-e még rendező de Szegeden. De akkor is rájuk szóltál, most nem azért vagyunk itt, hogy tapsoljanak. Nem, akkor nem szóltam már rájuk, nem. Akkor boldog voltam. De nézd, velem azért mégis nem tudom, kivel fordult elő, hogy leérkeztem az első próbára, bejött a szegedi statisztéria, majd megfordult, és az volt ráírva, hogy I love Keró. A trikójukon. A Kerót? Csináltak, azt te, I love azt te Kerót találtad ki magad? Dehogyis. Azt ki? Mert az is olyan kicsit olyan, tudod, olyan... Akkoriban éppen... Hogy 2000... na, akkor most én vagyok a kedves kis helyes ember, ugyan, a Keróba... Tehát, hogy ez... Külföldön rendeztem éppen egy csomót. És mindenütt rosszul mondták azt, hogy Kerényi. Kerenői, Kereni, nagyon idegesítő volt. Mentem haza a színházba, ugye? Yeah. Megállok a próbatáblánál, és nézem, hogy mi is lesz. Mögöttem azt mondja, Kiskeró, ki van írva? Aki a fiat. Fordulok Kerény vissza. Miklós ki Máté. Az a Kiskeró? Hát a Máté. Nem Kiskeró. Ezek szerint van Nagykeró is? Nagy nevetés mögöttem. Mondom, ki a Nagykeró? Hát Nagykeró nincs. Hát ki van? Hát semmi. Na hát ebből kiderült, hogy úgy hívnak mögöttem, úgy hívnak, hogy Keró. A Keró bejött, a Keró itt van már, a Keró... Na de aztán, és hogy akkor, ezt kitettett plakátra, az és akkor azt mondtam ebből, hogy ez jó. És az első egy külföldi plakát volt, hogy azt mondja, nem Kerényit írunk, hogy rendező Keró. Közben az is volt ebben, hogy a Róma és Júliának a francia rendezőjét úgy hívt, volt egy bonyolult neve, és nem azt használta, hanem azt írta ki, hogy Reda. Tehát ő volt a Reda, és mondtam, hogy Keró, ez nem rossz, Keró. És így lettem Keró. Egyébként a családod ezt hogy tett? Mondjuk a fiúk, meg van egy lányod is, tehát hogy ezt hogy élték át? És hogy reagálták le ezt az egészet? Iszonyú. Tehát, hogy tudom, hogy a fiad volt olyan, hogy mondjuk lenyilatkozta, hogy ettől ő még kézenfogva megy veled az utcán. Ez igen, most is tulajdonképpen, ugye vissza... kellene térnem arra a kérdésedre, hogy hogy viselem el azt, hogy nem vagyok abban a elkényeztetett helyzetben, amiben sokan gondolták, hogy vagyok. És azért próbáltam elmesélni, hogy nekem iszonyú hánytatott életem volt. Rengeteg olyan, amikor lement a labda, akkor föl, én az életemet végig egy hullámvasúton töltöttem, nekem nagyon nehéz volt mindig. Tehát voltak kiemelkedő pillanatok és bukások. Ezt igen, ezt az oldaladat kevesen ismerik. Szóval sokan azt gondolják, hogy én vagyok a Keró, én vagyok a Jani. Iszonyú bukások voltak. De még egyszer mondom, tehát az, amikor Kecskemét, alig tudtam bekerülni a prózai színházi világba. Utána kidobtak onnan, kiestem. Úgy kerestem vissza az Operett Színházba. Az Operett Színház... Hát az egyetemen sem taníthatsz igen. Már. Nem is tanítottam. Egyáltalán nem, a Marton László hívott meg egyszer tanítani. Aha. Nem, egy évre. Aha. Akkor kiestem abból a színházból. Az Operett Színházba kerültem vissza. Az Operett Színházban megint nagyon rossz helyzetben voltam, nem szerettem ott lenni. Szerencsére hívott Oberfrank Géza, egyébként... átkerültem, és ott csináltam ezeket a darabokat. Majd utána az új igazgatója lett az Operett Színháznak, és az új igazgató első dolga az volt, hogy engem kirúgott az Operett Színházból. De te... És én aznap, amikor kirúgtak, jelentkeztem a Petrovics Emilnél, és az Emil fogta magát, és azt mondja, jó, és 5 éves szerződéssel oda ment. Az operázban. És akkor ott töltöttem el 11 évet. Csak felteszem ezt a kérdést, hogy te ki tudsz borulni? Tehát te tudsz akár depressziós lenni, vagy azért ez nem jellemző? Tehát megpróbálod magadról lepergetni a dolgokat. Nem, lepergetni soha. Nem, én ezeket a dolgokat feldolgozni próbálom, átélni próbálom. Nagyon súlyos depresszióba esek, de nem 2 hétre, hanem egy napra, másfél napra.
Ez mondjuk ez az eset, ez súlyosabb volt. Aztán... De szó nincs rá, hogy kész. Nem, innentől kezdve ennek a történetnek a feldolgozása, a megoldása, az élet továbbvitele, hogy lehet ezt, nekünk, mint embereknek, hogy mi ez az hogy a feladat. Tehát hogy van az, hogy fölkezd reggel, és tulajdonképpen nem kell sehova menned. De miért ne kéne sehova mennem? Hát egyrészt ugye 2010, amióta ez történt, azóta én nekem orosz barátaim Szentpétervári Színházban egy csomó darabot rendeztem, ugye 3 darabot rendeztem. Rendeztem Minskben, rendeztem Eszéken, Budapesten rendeztem ezeket a darabokat, ezekre fel kell készülni. Igen, jelen pillanatban van 3 nagyszerű gyerekem, 2 fiam és egy lányom, akikkel nagyon sokat vagyok együtt, vannak remek unokáim, tanítok, tehát van egy csomó színész. Tanítasz? Van egy csomó színész jelölt és rendező jelölt, akik járnak hozzá. De ugye a lakásodra mennek? Igen, a lakásomra, igen, és akik nem csak a lakásomra, mindegy, akikkel dolgozom együtt és segítek a munkájukba, előkészítek új musicaleket és új operettet is. Amire vagy hova? Hát, hogy mondjam, jelen pillanatban készülök egy Frascita nevű operettel Szentpétervárot, készül egy új operett bemutató Magyarországon, ezt hadd ne mondjam el, hogy hol, és egy új musical bemutató, amit szintén most hadd ne mondjak De el. Közben meg a Szegedi Szabadtéri, ami már be volt harangozva. Harangozva azt nem volt be. Nem. Tehát, szó nincs de te már nyilatkoztad, hogy... Nem nyilatkoztam. Én reméltem, hogy ez a történet összejön. Ez melyik darab lett volna? A Sok hűhó semmiért. Sok hűhó semmiért, és úgy volt, hogy ezt te rendezed, igen, nem? Igen. És hát tulajdonképpen így robbant ki furcsa módon a gotár. Igen. Zaklatási botrányodat, összehívták a színészet, vagy összehívták magukat, hogy, mert te több színészt hívtál a katonából. De miért és hívtam ugye, őket? Nem te. Te de miért, több színész de miért a hívtam őket? Miért? Hát nyilván jónak tartottad őket. De nem ezért, nem így van. Mindenek eleje, közepe, vége van. Gábor, én megrendeztem a Tévedések vígjátékát a Szegedi Szabadtérin. Ezt nem tudom, tudod-e? Tudom, persze. Ez az utóbbi 15 év legsikeresebb prózai előadása volt Szegeden. Lement 2-szer, és a következő évben visszahozták. A színészek imádták, nagyon-nagyon szerették. Én elsősorban azokat a színészeket kerestem meg, akikkel ott dolgoztam. Aha. És azok mellé tehát azok és ők tulajdonképpen ezt el akarták vállalni. Természetesen. De meg összehívtak egy... Nem hívtak össze, és közben, miközben kiderült, hogy ők ezt el akarják vállalni, voltak, akik azt mondták, hogy miért vállaltuk te a Kerényinek? A Kerényinek ne dolgozzon a Kerény, és megkérdezték, miért ne dolgozzon a Kerényivel? Hát én a Kerényivel baromi jól dolgoztam együtt. Iszonyú jó munkánk volt. És akkor tulajdonképpen ebből a történetből lett, és még ebből a dologba is így bele vagyok keverve. Igen, mert ott állítólag valaki fölállt, hogy jó, ez érdekes, hogy a Kerényivel lehet-e dolgozni, de akkor nézzünk körül igen, a saját igen, házunk de, táján. De ez a történet, és akkor én tulajdonképpen, amikor ez történt, azt mondtam, hogy jó, akkor én ebben nem, akkor most mi ebben nem fogunk tudni benne lenni. Mert akkor te fölajánlottad a szegedi szabadtérieknek, vagy ők mondták ne, ez neked, egész természetes akkor... volt, egész természetes volt akkor a szegediekkel, hogy akkor ezt a történetet nem folytatjuk most. Mert hogy akkor te ettől fekete fenekűbb lettél, vagy miért? Tehát, hogy miért tervedtél neked? Mert úgy tűnt, valóban úgy tűnt, hogy ettől én még jobban belekerülök abba a körbe, akit itt most egy csomóan elítélnek, még mindig. És úgy gondoltam, hogy ezt a történetet most nem szabad összevegyíteni. Ez ugye most akárhogy veszem, tehát valahogy a legsúlyosabb bélyegnek számít most ez. Tehát, hogy egy gyilkost vagy hát egy... Hát pont ezt kérdezem. Sok milliós sikasztó. Egy kábítószeres, egy csaló, egy gázoló, az kap felmentést 2-3 év után, és én ne kapjak felmentést, amikor semmi nem bizonyosodott, hát semmi nem bizonyosodott be rólam. Igen, de tudod, hogy... Gábor, nem, hát attól, mert a levegőben, igen, mert valakik azt de hazudták. De valami miatt annyi minden, hát én beszéltem színésszel, ezt egyszer már mondtam neked. Na, most hát mondd beszéltem el nyilvános. Színésszel, de most bocsáss meg, kérdeztem, hogy de ő... gondold meg, mit mondsz. Mert most be kell, hogy pereljelek, hogyha azt mondod, tehát folytasd tovább. Beszéltem színésszel, aki... Aki? Most miért kell, hogy bepereljél? Mert mondd el, mit mondott a színész? Aki azt
Tehát beszéltem olyan színész, aki azt mondta, hogy jó, hát semmi különös, és beszéltem olyan színész, aki azt mondta, hogy ó, hát ha aki elment az igazgató iroda mellett, hát onnan aztán kihallatszott. Köszönöm. Minden. Ki volt ez? Hát ezt nyilván nem mondom. Akkor be kell, hogy pereljelek, Gábor, most be kellene, hogy pereljem Bóta Gábort, azért, mert ő ezt elmondta nyilvánosság előtt, hogy ő neki az az információja, hogy volt egy színész, aki nem elment... információt mondtam, azt mondtam, hogy ezt egy színész hallottam. Mondtam, ezt hallott egy színésztől. És erre... Most én nekem, bocsánat, be kellene perelnem Bóta Gábort, hogy akkor tessék, ki, akkor ő rossz hírbe tüntetett fel most önök előtt, tehát mondja meg, hogy ki volt a színész, és akkor be tudom perelni azt a színészt, aki ezt hazudta. Tudod, mi a probléma, Gábor? Mi a probléma? Az a probléma, hogy amikor ezt neked elmondtam talán az utcán vagy hol, igen? Akkor azt mondtad, hogy jó, hát ez nem gond, erre te tudsz válaszolni. Hát persze, hogy tudok válaszolni. Most is tudok válaszolni. Egy csomót tudok. Nézd, nagyon nehéz. Tehát akkor ezt ágában nem volt perel fenyegetőzni, de most meg azt kérdezte nem... tőlem, hogy azt kérdezte, hogy miért nem perelek. Azért nem perelek, ezt sem fogom beperelni, de azért nem perelek, mert ilyen egyszerű lenne. Hát ezt be kéne pereljem. Hát gondolj bele, te most állítottál valamit, amit valaki neked mondott, ami én szerintem hazugság. Tehát magyarul nekem az egyetlen nekem lehetőség... Nekem te nem azt mondtad, hogy hazugság, azt mondtad, de... hogy ó, hát volt neked egy szobabiciklid. Tehát én erre tudok mondani számtalan megoldást tudok mondani. Arra valaki fölült, fájt a dereka, megmasszíroztad, és akkor kihallatszódhatott ez meg az. Nézd, most én elmondhatok két különlegesen jó sztorit, ami az én szobámból kihallatszott. De hát a múltkor egy... Mondj el egyet, vagy kettőt gyorsan, mert már kevés idő van. Tehát én tudok mondani ilyen sztorit, de annak a sztoriknak semmilyen köze nincs a zaklatáshoz. Tehát amikor te ezt mondod rólam, hogy ezt mondta egy színész, akkor azt mondom, hogy hát lehet, hogy mondta ez, meg az, meg amaz, de ezek mind-mind szóbeszédek, pletykák. Tehát nem... A egyik TV interjúban meséltem egy fiatal művészről, akinek nem volt R-hangzója. Nem tudom, hallottad ezt a történetet? Nem, nem. Akinek nem volt R-hangzója, 19 éves volt. Én behívtam a szobámba, és mint hogy logopédus az eredeti végzettségem, 5 perc alatt, igen, 5 perc alatt csináltam neki R-hangzót. Hogy? 5 perc alatt. Úgyhogy az ölembe fektettem, a szájába tettem egy ceruzát, és azra rámondattam, hogy trr, 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 mondta, hogy trr, úristen, megpördült, mondd ki még egyszer. És megvolt az R-hangzója. Ez a módszer benne van minden logopédiai szakkönyvben. Ennek ellenére egy ország röhögött rajtam, hogy én egy ceruzát dugok valakinek a szájába, most elmondom még egyszer, ez egy fiatal színész, aki ma főszerepet játszik a József Attila Színházban, a Rock Színházban, az Operett Színházban, nem volt R-hangzója, én csináltam azt az R-hangzót ezzel a módszerrel. Ez egy igaz történet. Ezen nevetett és csúfolodott az ország, hogy én mit csináltam, és hogy és hogy ezt akarom elhitetni. Ez a logopédiai tankönyvekben benne levő módszer. Nem én találtam ki. Azt, hogy ezt kevesen tudják megcsinálni, mert ehhez kell egy szuggesztív erő, kell hozzá egy pillanat, kell hozzá egy momentum, hogy valaki, aki soha életében nem pördült meg az eje, egyszerre csak megpördüljön, ez igaz. 5 perc volt. 19 évig nem pörgött. Ma főszerepeket játszik. Nálam is játszott egyébként főszerepet utána. Mi lesz most veled? Nem tudom, mennyire tudtam meggyőzni a közönséget arról, hogy sok-sok hiba után mégis bízzanak abban, hogy izgalmas és szép előadásokat tudok talán csinálni. Amire talán igény van. De hát van egy csomó lehetőség, egy csomó mindennel próbálkozom, bizakodó vagyok. Van két gyönyörű fiam és egy lányom, a Sára lányom most asszisztált nekem, és ő kezeli a világítást a Gyilkos balladában. És utolsó élményként hadd meséljem el, hogy 2 héttel ezelőtt fantasztikus élményben volt részem egy szerdai és egy csütörtöki napon. Szerdán a Dávid fiam
az Eichmannnak, aki táncos, az Eichmannnak a Csodálatos Karamazov testvérek című produkciójában az Erkel Színházban egy főszerepet táncolt, ő egy harangozó díjas táncos, és egészen lenyűgözött, annyira izgalmas volt és érdekes. És másnap Máté fiam ugrott be az István a királyba, az Operett Színházba, ahol ő is szintén fantasztikusan izgalmas és érdekes volt, óriási sikerrel. Következő nap Sára lányom kezelte a világítást a Gyilkos balladába. Szeretem őket. Na, hát akkor kívánom, hogy legyenek sikeres jó előadásaid. Köszönöm, hogy jöttem. Önöknek is köszönöm, hogyha néztek, hallgattak minket. Egy hét múlva is lesz Bóta Café, ma hányadika is van, 10-e, akkor nem nehéz kiszámolni, nem? Hogy 17-én lesz az a bizonyos Bóta Café. Most azért bizonytalanodtam el, mert bevallom önöknek, hogy lesz egy új helyszín, kiköltözünk egy szállodába, két embert is le fogok tudni ültetni már simán a stúdióba, és ezt rögtön ki is használjuk, Gálvölgyi János és a felesége, Gálvölgyi Judit, akiről tudják nyilván sokan, hogy kiváló fordító, meg Rodolfo lánya, és hát nagyon jók így együtt. Tehát most együtt fognak ülni, akkor ezek szerint a 17-i, március 17-i előadásban lesz egy új helyszín, lesz egy új főcím is, tehát ne rémüljenek meg, amikor nem a régit látják, mert valami új lesz, még én se tudom pontosan, hogy mi. Tehát lényeg az, hogy március 17-én a szokott időben, kedden 19.45-től Gálvölgyi Jánossal és Gálvölgyi Judittal várom Önöket a viszontlátásra. A műsor szakmai együttműködő partnere a Karinthy Színház.